Az expert operátor szisztéma az a szisztéma és az a oktatás vagy tanítás, amelyben olyan nem létezik, hogy valaki úgy álljon ki a színpadra, hogy tudja, hogy mi lesz, és meg tudja oldani a következő feladatot. Az életből merítjük magát a rendszert, ahogy ahogy tanulunk és dolgozunk, és az élet szintén ilyen, hogy mindig változik, tehát sosem lehet tudni, hogy éppen mi áll előttünk. Tegnap láttuk Lórit, hogy hogyan dolgozik, most is megnézzük, hogy hogyan dolgozik, aztán haladunk a mai tematika szerint, tehát ami tegnap volt, az tegnap volt, ma meg ma van. Ez ez egyen mondjuk az alapbölcsesség, innen könnyű nagyobbat mondani. Mehet. Oké, okay. okay, láttunk valamit tegnap is láttunk valamit, ma is láttunk valamit, még nem mondunk semmit, mert ez volt egyfajta információ. Most kap egy teljesen másik feladatot, és hozzá kell tegyen, itt semmi nincs megbeszélve, tehát, tehát nincs megbeszélve, hogy most ki jön ki, és milyen zenét kap, még a, azt se beszéltük meg, hogy milyen zenét rakjunk be, hanem ez egy összmunka, a DJ Pult egy, egy operátori hely, ez az asztal egy operátori hely, és ott van egy expert hely, illetve akár operátori hely, és van a közönség, illetve van az online közönség, tehát ezek a fő pontok. Senki sem, nincs olyan megbeszélése a pontok között, amely bármilyen szokványos, akár beszéd, vagy ilyen módon kommunikálnánk, hogy mi legyen. Kizárólag, ami történik, arra reagálunk, és, és azt csináljuk. Annyi van, mint feladat kiosztás, hogy most kap egy teljesen másfajta zenét. Oké. Okay. Na nézzük, mit láttunk, kérdezhetném tőletek, mert egyébként a Mesterkurzuson úgy szoktuk az ilyet csinálni, hogy Hagyom, hogy a közönség elmondja a véleményét, hogy ők nézik ezt, és elmondják és kimondják a gondolataikat, azzal gyakorolják azt, hogy hogyan nézzenek a világra, hogyan nézzék semlegesen e, a produkciókat. Nem szabad, hogy zavarja minket például az, hogy ismerjük Lórit, és tudjuk, hogy mivel foglalkozik, vagy milyen eredményei vannak. Ez ne befolyásolja minket, hanem kizárólag azt nézzük, amit, amit itt és most láttunk. Hát azt láthattátok, hogy euh, volt két különböző zene, nem véletlen, ebben a technológiában pont ezt használjuk, hogy kap két különböző stílusú zenét az expert, mind a kettőre elkezd reagálni. Az operátor nem szól bele, csak megfigyeli, hogy mi történik. Erősíthet euh, bizonyos dolgokat, nem lórinál, általában azoknál az experteknél, akik nem nagyon mozdulnak meg, mert még félnek, újak, stb. Oké, okay. következőt lehet látni. Azt, hogyha elfelejtjük az egyik zenét, meg a másik zenét is, és a két, két produkciót így egy videón, így egymásra raknánk, akkor bizonyos részében, ja, és megváltoztatjuk a sebességét a második zenének, ugyanolyanra, mint az első volt, akkor lehet, hogy nagyon szép egymásba fedésbe ugyanazt látnánk, mert ugyanazt csináltad, mindegy, hogy milyen zene volt. Az egyik egy, egy gyors, erős mozgásra késztető latinos zene volt, ez meg egy érzelmes, inkább a lelket másképpen megszólaltató zene, de a mozgás ugyanaz volt, a mozgáskultúra ugyanaz volt, ugyanabból táplálkozott, a mozgás elemek ugyanabból táplálkoztak. Attól függetlenül, ha csak először látjuk ezt, akkor, akkor azt mondom, hogy, hogy igen, ez az ember, ez bátran mozog, beleél, magát, átadja magát annak, ami éppen történik, de amikor valami más impulzus van, egy teljesen másik helyen ugyanazt fogja csinálni, nem fog változni. Feltételezem, azokat a hibákat, amelyeket elkövetett ezelőtt x éve, azokat a hibákat most is elköveti, sőt, ha ezen nem dolgozunk és nem dolgozik rajta, akkor tíz év múlva is ugyanezekkel a hibákkal fog küzdeni, mert Igazából nem változik semmi, csak a környezet változik. Ebben az esetben a környezet, maga a zene, tehát az az impulzus, ami éri őt. Lefordítva néhány dologra, például, ha gazdagabb lesz mondjuk százszor, akkor is ugyanazt fogja csinálni, amit most. Csak másképpen. De akkor is ugyanazt. Ha szegényebb lesz, akkor is ugyanazt, csak másképpen. De a reakciói ugyanazok lesznek az eseményekre. Tehát nem változik meg. A körülmény megváltozik, de nem alkalmazkodsz a körülményhez, csak úgy, hogy fölveszed annak a ritmusát, annak a jellegzetességét, de te magad nem változol hozzá a körülményekhez. Tehát nem jön létre egy új lóri, ami, ami teljesen más lesz. Ez egy egyszerű meglátás, nem is kell többet látni ebből, hiszen, hiszen általában csak egy-egy lépést teszünk meg. Hiába lehetne most elmondani sok-sok mindent, hogy min esetleg változni, de annak még nincs itt az ideje, mert addig, amíg az alapokat nem cseréljük ki, azért az alapoknál nála túl vagyunk, ezek már nem az alapok, csak őt először látjátok így, Ebben az esetben, ahogy most nézzük, ezek az alapok. Tehát addig, amíg az alapokat, vagy az éppen soron következő alapokat nem cseréljük ki, nem javítjuk ki, addig a többi, többi probléma az, az nem számít, nem számot tevő, mert nem azok miatt van siker vagy sikertelenség. Sokszor mondtam már ezt a példát, például, hogy eljött hozzám multi környezetből, egy vezető, hogy nálam dolgozzon, és nem tud semmilyen eredményt elérni, mert a multikörnyezet alányomta a lehetőségeket, ő ugyanúgy viselkedett az én környezetemben is, mint a multicégben. A különbség az, hogy a multicéget nem érdekelte, odarokta, odarakták a büdzsét, és az a lényeg, hogy, hogy valaki ostorozza az alattól lévő birkákat, elnézést, de a konkrét esetben erről volt szó. Nálam meg nem voltak birkák, nem volt ki ostorozzon, egy szemében kellett megoldja a feladatot, és nyilván nem tudta megoldani a feladatot, mert nem tudott alkalmazkodni. Ő keresett birkákat, akiket ostorozzon, de nem szakmailag tudta megoldani a feladatot. Tehát ez egy nagyon jó példa egy, egy karrierben, hogy, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni a környezetéhez, és az ilyen hibák például előjönnek. Azért nem kell megijedni nálam egy felvételi beszélgetés, nem a táncteremben van a színpadon, de egyébként ott kéne legyen, mert akkor ott tisztán látnák, hogy mi történik. Kapsz egy harmadik feladatot, mert így szoktuk van egy első feladat, innentől már tudja bárki, hogy mi lesz. Egyébként mindegy, hogy tudja a következő ember, hogy mi lesz a feladat, akkor is elköveti a saját hibáit, mert az, ezeket a hibákat mindenki elköveti, mert soha senki nem látja, hogy ezzel a hibával rendelkezik. Max, ha elmondom, hogy én ezt tapasztalom, akkor rá tud bólítani, hogy igen, mert általában meg is fogalmazódik ott bent, amikor csinálja az ember, hogy, hogy ő is észreveszi azt, hogy mind nem tudott változtatni, és nem tudott változtatni. Ez a legfontosabb. A következő feladat viszont az az, hogy kap egy harmadik stílusú zenét, tehát egy új környezetet kap, és ismeri a hibát az expert, és kötelessége változtatni. Mert ez a feladat, azért kötelessége. Tehát nem lehet kifogás az, hogy nem volt kedven változtatni, mert passzolt a zenéhez ez a stílus, amit csinálok. Ez egy kifogás. Hanem új környezet, ismeri a hibát, és ezt az egy hibát erre koncentrálva kell szabadon előadni valami mást. Oké, okay, ez egy rendszerint így szokott lenni, abban a pillanatban, amikor meglátom azt, hogy ebből már nem lesz más, abban a pillanatban leállítom a zenét, ugyanazzal a zenével fogunk folytatni. Mit láttam meg? Azt láttam meg, hogy a kezei és mindig, de mindig a ballába elkezd mozogni a bar térdét kezdi először mozgatni, aztán kezdi majd felhúzni az egyik vállát, aztán a csuklóját fogja betörni, a másikat ide, majd így fölemelni, és akkor jön az első grimasz, érzelmi grimasz, oldalra fog kiállni, és így fogja folytatni. Sosem lesz másképp. Az életben pontosan ugyanezt csináljuk. Fölkelünk reggel, csinálunk valamit másnap reggel, csinálunk valamit, aztán csinálunk valamit. Mennyi mindent csináltunk az életünkbe? Semmit. Mert mindig ugyanúgy csináltuk. Az, hogy más a környezet, az nem számít. Az, hogy te másképpen csináltad, az az egy számít. Az, hogy a jobb lábával rokizik, az nem különbség. Igen. Már egyébként előtte le akartam ez nagyon jó ez a zene, előről kezdjük ezt. Ez neki nagyon jó, mert ez neki nagy kihívás. Nem azért kihívás, mert erre pont nagyon is élvezne táncolni, és nagyon szeretné, csak ugyanaz. Azért kihívás, mert nagyon adja azt, amit ő szeretne csinálni, vagy amit eddig csinált. Már előtte le akartam állítani, de hagytam esélyt rá, hát ha nem lesz így, mert már a fejjel elkezdte az ütemet. Ugye nem az a lényeg, hogy a lábát érdét elkezdtem mozgatni ütemre, hanem az, hogy mindennél, mindig amikor elkezd valamit, akkor először az ütemet veszi föl. És nem kell fölvenni látványosan az ütemet, hanem az magadban jársz le, és egyszer csak egy új ponton kezdjél el mozogni. De ne úgy, mert hogyha a fejeddel csinálod, az ugyanaz, mint ha a lábaddal csinálod, vagy a kezeddel csinálod. Tehát itt egy teljesen más kiinduló pont kell legyen. Egyszerű, <kül> Ha el kell jussál Siófokra, Budapestről, és mindig Budapestről indulsz, akkor nagyjából ugyanaz az utat fogod megtenni. De a Siófokra kell eljutnod, és neked nem kötött, hogy hol vagy, mondjuk Győrből indulsz, mindegy, hogy hol vagy, mert szabad vagy, akkor Siófokra eljutottál, de Győrből. Nehéz elképzelni, ugye? De a valóságban, az életben tényleg ez van, hogy nem az számít, hogy hol vagy, hanem az, hogy hova mész. És ahol vagy, az bárhol lehet. És neked most ez a feladat? Meg mindenkinek ez lesz a feladat. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Második jellegzetesség. Nagyot küzdött, Ugye láttuk, hogy megrándult a feje, már megfogta. Megrándult, hogy már megfogta. Óriási küzdés. Egy helyben állva le lehet úgy izzadni, hogy, hogy az zuhanyzó nem tud olyat csinálni. Tehát olyan harc folyik belül egyébként, amikor egyébként innen látszik, hogy valaki, valakivel érdemes foglalkozni, mert hatalmasat küzd. Aztán persze kell hozzá egy kegyetlen ember, aki, aki leállítja. De csak akkor szoktam leállítani, hogyha látom, hogy ebből nem fog tudni kijönni. Tehát abban a pillanatban, hogy elkezdtél így mozogni, ez a második jellegzetesség. Ugye az első jellegzetesség az ütempumpálás, a második jellegzetesség az, hogy jön a robotmozgás, a harmadik, amit már kiszedtünk, ugye, tavalyról a Michael jackson az már ritkán jön elő, és és a negyedik majd lesz a lebegés, majd figyeljétek meg, mindegy, hogy elmondom, meg fogja csinálni. <laughs> Tehát ez, ez, ez a fő, négy fő dolog, amit ki kell szedni. Egyrészt azért is, mert már nagyon régen figyel, de mindegy, mert az elsőnél is ez már látszott. Tehát egy minimális előnyben vagyok. Ő meg hátrányban. <laughs> Óriásiban. Na nézzük, ez jó ez az zene, ez... ez. Azért jó az egész, mert már kívülről nézve is azt mondja az ember, hogy atya fasza, ha éllennék bent, az ő helyében mit csinálnék? És nagyon nehéz azt mondani, hogy hát ezt megoldanám. Ja, nyilván online lehet mondani majd ilyet, de majd ha itt kell kipróbálni. Hát nagyon nehéz más csinálni. De van rá lehetőség, én már látom, úgysem az fog történni, és az a jó, hogy nem az történik, amit én látok, hanem ő fog meglátni valamit, valamit megérezni, egyébként akkor fogja megérezni, amikor már nem koncentrál ennyire, hogy mit ne csináljon, hanem egyszerűen így átadja magát a zenének úgy, hogy nem lóriként, mert most egyelően lóriként állként, hanem expertként. És egyszer csak a zene bök rajta egy olyat, amivel teljesen más pontból elindulva, Lehetetlen, hogy ugyanúgy mozogjon, hanem másképp fog mozogni. Ez lesz a megoldás. Tehát nem az, amit én gondolok, az csak egy út, egy sugallat, hanem ő meg fog lepni minket, és az, az lesz a jó, amikor jobban csinál, mint amit én gondolok. Nem biztos, hogy ma lesz, mondja ő, mert ez ott nem haladszik, de, de szerintem ez most lesz. Aki meglátott valamit ebben, és van véleménye, operátori véleménye, az mondja nyugodtan. Ez a meglátásom szerint még mindig nem használta Dóri teljesen a teret. Ezt egy kicsit hiányoltam. Amikor hagyjuk azt csinálni, amit ő csinál, akkor kihasználja a teret. Tehát most ennek az az oka, hogy le volt foglalva a feladattal, tehát gyakorlatilag sokkal korlátoltabb életet tudott csak élni, mint amire egyébként képes. Ez teljesen kisment most a fejembe, mert legfőképp arra koncentráltam, hogy más csináljak, és kiment az, hogy teljesen terítsem Én és azt most, hogy a inkább előre-hátra mozogtam, nem nagyon mentek az orrnal mozgásoknak a teljes térbetöltés. Azt mondja Lóri, hogy... Nem figyelt a ritmusra, de szerintem pont végig ugyanabban a ritmusban volt. Soha nem volt ilyen hullámmozgás, ami nem táncolja ki az összes lépést. Így van. Ez a legfontosabb. Nagyon érdekes volt a kezdés, hogy, hogy gyakorlatilag más csinált, meg törekedett más csinálni, és tényleg más csinált, de az a másság az például rosszabb volt, mint amit eredetileg, hiszen ez olyan, hogy valaki csinál egy jó rántottát, és azt jól tudja csinálni, és azt mondják, hogy most csináljon mást, akkor egy szart fog csinálni. Tehát, de hogyha más, akkor süssön palacsintát. Nem tudom, honnan vannak a példák. És, és, és gyakorlatilag itt ez történt, de az ütemeket ugyanúgy kihasználtam mindegyiket, mindegy, mindig ütemre csináltál, és előbb-utóbb belement egy kataton állapotba. Tehát ta, 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 ta. Tehát mindig ismételtél jobbra-balra valamit, tehát valójában ugyanaz történt. A törekvés volt meg, és az elején nagyon érdekes volt az, ahogy elindult, mert állt egy helyben, és vártuk, hogy megmozduljon. Nem mozdíthatta meg a lábát, mert azonnal ugye, roki van. A kezét nem mozdíthatta meg, mert azonnal be fog állni valamibe. Nem csinálhatott semmit, a fejét is néha megbiccentette, és rájött, hogy nem, és gyorsan lenyelte a mozdulatot. És mit csinált? Jött a feszültség, 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 és egyszer csak kiugrott. De ezzel nem tud előrébb jutni, mert most ugyanabban a helyzetben van, mint az előbb, ezért mit tud csinálni? Megint ugrik egyet. És mit tud csinálni? Majd megint ugrik egyet. És ahogy megmozdul, innentől kezdve már nem tudsz mit csinálni, innentől kezdve ugyanaz lesz, mint eddig, és jött a robotmozgás is, a lebegés elmaradt, egy nagyon minimális szinten volt egy kicsi, de elmaradt a lábújhegyezés. De ez csak annak köszönhető, hogy annyira az ütem elhagyására koncentráltál, amit nem tudtál elhagyni, mert mindent ugyanarra az ütemre megcsináltál. Halál egyszerű lett volna. Ász, elindul a zene, és kilépsz. És ahogy kilépsz, már más a mozgásod, és már másképp is lehet csinálni. Ugye az ember arra gondol, hogy Úristen, ne csináljam ezt, ne csináljam azt, ne csináljam ezt. Ezért hagyom meg mindig a lehetőséget, az első lépésben, hogy, hogy nem mondok semmit, kap egy zenét az expert, csinál valamit, amit csinál. Jön a következő, most meghallgatta mindazt, amit mondok, nem számít. Azt fogja csinálni, amilyen ő. És kap egy másik zenét, nem mondok semmit, és ebben ő neki már van lehetősége változtatni. Amikor a harmadik zenét megkapja, akkor már elmondom, hogy mit kell változtatni, és innentől nagyon nehéz a változtatás. A második zenénél még könnyű lenne, hiszen senki nem mondott semmit, nem kell figyelni semmi másra, csak kaptam egy új dolgot, és az annak kell megfelelni. És nem az, hogy kaptam egy új dolgot, és mondtak valamit, hogy mit ne csináljak, ez már szétszed. De el kell mondani, mert különben nem történik meg. És innentől jön a munka. De küzdünk, és dolgozunk. Köszönjük. Ha a zene megidéz egy karaktert vagy jelenetet, és aztán táncolja el az expert, az jó. Baj, ha dolgozik a fantázia, amit a zene ihletett. Ennél a feladatnál, amit most csinálunk, nem feltétlen jó. De vannak ilyen feladatok, amikor erre koncentrálunk, hogy engedjünk egy fantáziát, és azt szerint cselekedjünk. Általában ilyenkor már amikor ilyen munkát végzünk, akkor vannak hátul jelmezek, és azokat a, azok a jelmezekkel meg is erősítjük ezeket a fantáziákat, akár még úgy is, hogy még a zene előtt, de hogyha a zene megik lett, az is. Van egy olyan feladatunk is a mesterkurzuson például egy ilyen gyakorlaton, hogy, hogy neked előre be kell öltöznöd valamibe, megérezve, hogy mi lesz a jövőben, nem kommunikálhatsz természetesen azzal, aki a zenét csinálja, az, aki a zenét csinálja, az is meg kell érezzen valamit, berak valamit, és a jelmez meg a zene passzol, annak passzolnia kell. Ha nem passzol, akkor meg össze kell hozni, hogy, hogy a viszony harmonikus legyen a jelmez és a zene között. Ezek egyébként a legizgalmasabb dolgok. Egyébként nem rossz az, sőt az jó, hogyha a fantázia vezet, de a fantáziát úgy kell hagyni, hogy vezessen, hogy át kell Engedni a fantáziát a lelken keresztül, és a lélek mozgassa meg a testet, akkor nem lesz egy ilyen fikció, egy ilyen, egy ilyen mű mozgása az egésznek. Különben általában aki ezt nem teszi meg, az pantomimezni fog, és eljátsza azt a karaktert, amit, amit megihletett a zene. Lóri esetén mennyire számított az, hogy ő már mondta, hogy nem biztos a sikere? Ő tudott expertként funkcionálni a harmadik zenére? Ő honnan indult? Az expert minőség egy ilyen feladatnál más, és egy másik feladatnál is más. Lórival tudok dolgozni, mint expert a színpadon. Ott egyébként nem zavar az, hogy, hogy milyen karakterekben mozog és táncol, mert teljesen mást fog csinálni. Általában ezek szituációs területek szoktak lenni. És és így expertként tud dolgozni, akár ugyanezekkel a hibákkal, amelyeket most itt mondtuk, kihegyeztük ezt a gyakorlatot arra, hogy, hogy mindegy, hogy ő jó expert vagy nem jó expert, megnézzük, hogy milyen korlátok vannak, és azt a korlátot javítjuk. Tehát azt veszük elő, ami a nehézsége, és azt elkezdjük boncolni. Ez, ez azt jelenti, hogy, hogy ettől függetlenül ő képes expertként följönni, de én, mint operátor kell meghatározom azt, hogy milyen szituációt alakítok ki ahhoz, hogy ő, őt ne akadályozza az expert munkába mondjuk az a hiba, amit most elővettünk és kinagyítottunk. Nem volt képes teljes expertként dolgozni, mert túl sokat gondolkozott, és az expert nem gondolkodik, hanem az expert csak megért. Óriási a különbség. A gondolkodás az, az információk összegzése és és az alapján való valamilyen döntéshozatal, amelyet majd valamilyen módon, valamelyik csatornán közlünk a környezettel. A megértés viszont a környezeti változásokra egy olyan reakció, aminek egy olyan perspektívája van, amely a jövőben lévő eseményekkel azonos lesz. Tehát a környezetben történik valami, valaki, érzi, hogy mi történik a környezetben, és úgy reagál, hogy a reakciója azonos lesz a környezetben lévő jövővel, tehát szinkronitásba kerül vele, anélkül, hogy minden tehát megérti, ez a megértés. A gondolkodás meg az, hogy a környezetben történt eddig valami, amit megkapott információt, az alapján ő hoz egy döntést, de nem tudja, hogy mi zajlik a, a környezetben, csak hoz egy döntést az információk alapján. A megértésnél meg, megéli az információt, reagál, és a reakció azonos lesz a környezeti változással, tehát szinkronban együtt változik a környezettel, és nem a környezet hatására fog változni ő. Ez egy nagyon lényeges különbség és ebben az esetben nem megértés történt nála, hanem gondolkodás, hogy megértse, hogy mi történik, és ahhoz kellett volna még idő, illetve most úgy kell idő, hogy erre aludni kell, és majd másnap hozzá fogunk ehhez a feladathoz, és, és meg fog jönni az eredmény. Nem addig szoktuk nyúzni az embert itt a színpadon, amíg meg nem döglik, és akkor már tényleg másképp viselkedik, mint ahogy kiment, hanem hanem addig a pontig kell elvinni mindenkit, hogy, hogy onnantól az események azok olyan impulzusokat jelentsenek számára, amelyben ő tud haladni az itt felvetett kérdésekben. Tehát a szervezetnek van ideje és lehetősége változni, alkalmazkodni, és előbb-utóbb bekövetkezik az a változás, amiről itt beszélünk. Csak idő kell, hogy megtörténjen. Olyan, mint egy egy célba dobott labda, fogom a labdát, eldobom a kosár felé, és én már mással foglalkozhatom, mert a labdával már nem kell, az már repül a maga útján, és én tudom, hogy az bele fog esni a kosárba. Nagyjából ez ez a technológia. Holnap tovább megyünk, ma hibajavítások voltak, a témakör. Holnap már egyszerű társadalmi modellek lesznek,